A gyerekek kedvét nem szegte a szeszélyes időjárás, a kerékpározás helyett a Gyermekbarátok Egyesülete székházának udvarán jót játszottak. Nagyon elkeseredtem, amikor megtudtam, hogy esik az eső, viszont nagyon jól, hogy eljöttem, mert kistört a nap, és tudtuk jókat játszani. Játszottunk labdajátékot és szembekötőst is. Özvegy Réka gyakran jár a Gyermekbarátok rendezvényeire, ezt sem szerette volna kihagyni. Nagyon szomorú voltam, hogy megtudtam, hogy nem bírtunk, hogy nem bírunk biciklizni, de annak örülök, hogy most kisütött a nap, és bírtunk játszani. Az Egyesület 26 aktív tagból áll, akik kellemes szórakozást igyekeznek biztosítani a látogatóknak. A mai napunk arról szólt, hogy az Egyesületnek az udvarában játszottunk a gyerekekkel, különféle foglalkozások, pláne olyan, ami szabad, ami mozgásigényt kelt a gyermekben, olyanokra szerettünk volna ugye hangsúlyt fektetni, és akkor ez úgy történt meg, hogy jöttek a gyerekek, és együtt játszottak, különböző feladatokat végeztek el, szendvicset adtunk nekik, és szörpöt szolgáltunk fel. Az Egyesület a jövő héten is közös szórakozásra invitálja a gyerekeket. 20-án 10 órakor a Városi Múzeumban látogatnak majd el, ahol megtekintik a kiállítást. Ezt követően úgy szintén a Gyermekbarátok szervezésében a Zentai Művelődési Házban tartják majd meg a Most Mutasd Meg elnevezésű rendezvényt, amelyen minden gyermek bemutathatja, miben tehetséges.